Jó reggelt kívánunk Szabadai Viktornak, a Liberálisok Budapesti választmányi Jó reggelt elnökének. Kívánok. Jó Jó reggelt. reggelt. Magyar Nemzet címlapján nem a nagy cikkkel kezdeném, ami az állami számvevőszékről szól, és ezúttal a Jobbikról, de ez lehetett volna akár az LMP, akár a DK, akár az MSZP. Liberálisokat még nem sújtott a bírság? Dehogy nem. Sajnos minket is megbüntettek, de hát ismerve a büntetési gyakorlatát az állami számvevőszéknek, ez nem volt meglepő. Ugyanezekkel, mint a többi ellenzéki pártot. Tehát mennyi? Ez a, akkor segítsen. Körülbelül 13-14 millió forintra büntették a Magyar Liberális Pártot. Kevés, mikor? Egyáltalán nem kevés. A 13-14 millió, bocsánat, duplázódik, tehát ennyi támogatást is elbuktak, vagy pedig 7 millió is akkor? Azt hiszem 8 is, igen. 8. Tehát így, ugyanezekkel az indokokkal, tehát az iroda bérleti gyakorlatot kifogásolták meg, hogy konkrétan mit, azt nem lehetett tudni. Állítólag áron alul bérelte a pár, de hát nem áron alul bérelte, ugyanazokat a piaci viszonyokat vettük alapul, mint igen, ami rám, az mint iroda. Az meg hát ami az iroda környékén egyébként kialakult. Ez mikor történt ez a bírság? Most, tehát ugyanakkor. Ugyanígy. Tehát, akkor viszont, hogyha már ön ellenzéki politikus, és mivel ellenzéki politikus, akkor a túloldalról is meg kell akkor kérdeznem. Jöjjön a bejelentés, akkor befizetik, vagy nem? Hát ugye mi még nem kaptuk meg azt, amit a Jobbik megkapott, tehát mi az észrevételeket elküldtük az ÁSZ-nak. Leírtuk tételesen ezeket a kifogásainkat. Igazából nem is nagyon értettük, hogy mit büntetett meg rajtunk hát az ÁSZ. Akkor mit kifogásoltak? De megírtuk nekik azt, hogy az az irodabérleti gyakorlat, amit alkalmazunk, és 2014 óta ugye ezt alkalmaztunk, 2014-ben már vizsgáltak minket egyszer, akkor ez nem volt. És akkor rendben akkor volt, rendben ugyanezt volt, mondták, igen. Az LMP-sek. Tehát mi ezt megírtuk, mi még nem kaptuk meg azt a levelet, amire azt írta volna az ÁSZ, hogy akkor elutasítja a kifogásainkat, az észrevételeinket, és ragaszkodik a büntetéshez. Ha ez megtörténik, akkor nyilván nekünk is reagálni kell arra, hogy rendben van, van-e álláspontjuk, ugyanis hát arról van szó, hogy több ellenzéki pártot megbüntettek, ezek közül tegnap a Demokratikus Koalíció, igen. A napokban a Lehet Más a Politika bejelentette, hogy nem fizeti be, a Jobbik gyűjtést szervezett saját magának. Egyébként be sem tudnánk fizetni, megmondom őszintén, tehát nincs abban az állapotban a Magyar Liberális Párt, hogy 14 millió forintot fizessen be. Ez azt jelenti, hogy a bejelentés ebben gyakorlatilag pontosan ugyanaz, mint a Jobbik bejelentése, tehát ha be kell fizetniük, akkor vége, akár kampánynak is, akár a választáson való indulások is kérdéses? Hát ugye, hogyha nem fizeti be egy párt, akkor ahogy nyilatkozták is, az illetékesek ezt adóformájában hajtják be, ez azt jelenti, hogy a következő időszak állami támogatásából vonják ezt el. Bocsánat, hogy ennyit elveszünk a lapszemléből, de mégis ez egy hír, akkor annyit mondjon meg nekem, ha és amennyiben megkapják a választ, és ha és amennyiben a válasz az az, hogy az állami számbevőszék nem vizsgálja felül a saját döntését, és ezt a 14 millió forintot be kell fizetniük, akkor befizetik, vagy nem? Nem tudjuk befizetni. Nem? Nem tudjuk befizetni. Ugye az történhet, hogy az áprilisban esedékes a következő állami támogatási csomag, abból az nem érkezik meg. Adóformájában ilyenkor elvonja. Ezért fordultak a liberálisok például az európai liberálisokhoz, az ALDE frakcióhoz Brüsszelben, tehát, és erre kértünk minden egyébként, minden megbüntetett ellenzéki pártot, hogy tárja a nemzetközi közvélemény elé azt a gyakorlatot, ami Magyarországon az ÁSZ-t jellemzi. Azt reméljük ettől, hogy ez a fajta nyomás, ez változás hozott ebben. Mindegy, akkor, hogyha még egyszer rögzítsük, hiszen egy gyakorlatilag, igen. Egy hírrel kezdtük, amennyiben ezt nem bírálják fel, önök megkapják ezt a büntetést, akkor nem fogják befizetni. Nem tudjuk befizetni. Nem tudják befizetni. Jó, így a pontos, igen. Köszönöm szépen, akkor egy hírrel indítottuk. Egy friss bejelentéssel a mai reggelt. És rákötném a másik hírt, amivel kapcsolatban az együtt elnökségi tagja, Pataki Márton, ami nap megszólalt, 2,5 milliós bírságot kapott a csatornázási művek a római partigát tervezése miatt, terveztetése miatt, és Tarlós Istvánnal szeretnék ezt személyesen kifizettetni, ha már a bírságoknál tartunk. Tarlós István személyes felelőssége megkerülhetetlen ebben a kérdésben. Ugye itt arról van szó, hogy akkor körbejárjuk ezeket a tényeket. Tehát a csatornázási művek úgy adott megbízásokat tanácsadásra, különböző tervezésre, hogy azokat elfelejtette pályázati úton megpályáztatni. Pontosan azért darabolta fel ezeket a nagy tételeket, hogy elkerüljék a pályázatokat. Várjon, most akkor csúsztat, mert van egy olyan összeghatár, ami alatt nem kell. Igen. Valóban lehet szétdarabolták, nem csúsztatok. Igen, igen, szétdarabolták. Igen, de hogy akkor nem elfelejtette, hanem olyan módszert alkalmazott, amivel legálissá tette kerülte, a pályáztatás igen, szándékosan kerülte ki ezt hogy könnyebben, egyszerűbben, simábban lehessen odaadni azoknak ezeket a tanácsadói szerződéseket, akiket már előre ők maguknak kiszemeltek. Ezért megkerülhetetlen Tarlós István felelőssége. Ugye most már az van, ebben az 2017-et már az jellemezte, hogy a nagy sietség, a nagy kapkodás volt. Ugye korábban azért ez 2015-16 környékén még egy
viszonylag jól előkészített fideszes projektnek tűnhetett az, hogy itt erőből átnyomják ezt a gátépítést, ezt a mobilgát projektet. A tiltakozások, a közben kiderült botrányok mind megakasztották, és ez a fajta sietség ösztökölte őket arra, hogy most már ilyen kapkodásokba bonyolultak bele. Prompt politika, elnézést, elveszem kedvenc újságodat, Magyar Idők konzervatív napilap. Ők megírják azt, ami gyakorlatilag a politikai sláger téma ellenzék és kormánypárti oldalon is, hogy az MSZP kitart Bangóni indulása mellett. Nevezetesen van egy csepeli körzet, ebben a csepeli körzetben van egy együttes képviselő, aki nyert. Ehhez képest külön-külön indítanak ellene gyakorlatilag jelölteket, és így az MSZP gyengítheti, vagy éppen az együttes gyengítheti az MSZP és Bangónénak az indulását, vagy a nyerési esélyeit. Úgy látszott már december végén, hogy ez a nagy baloldali összeborulás megtörtént, aztán most mégis kinyílik az orvos. Kétpárti összeborulás. Kétpárti összeborulás, és akkor most két és fél párti, hát ott van most miniszterelnök jelölt a harmadik párton. Igen, tehát hogy most akkor mi történik? A nagy kibékülés után megint jön az összeveszekedés? Nem, tehát egyszerűen... Szép volt. A kaotikus káosz. Szerintem egyszerűen nem működőképes modell az, amit itt egyébként az együtt részéről mondanak, hiszen az, hogy önmagában mondjuk Csepelen az együtt képviselőjelöltje indul együtt színeiben, az még semmire nem ad megoldást. Hiszen akkor működne ez a fajta indulás, a koordinált indulás az együtt részéről, hogyha legalább 27 jelöltje lenne az együttnek az ember az országban. Ez az ember nyert? Ez az ember nyert? Én értem, de hogyha ez most csak hogyha ő indul el együtt színeiben. Ha ő nyer megint, akkor is elvesznek szavazatok. Hiszen a magyar választási rendszer olyan, hogy aki nyer, a győztes kompenzálás véget, amennyivel nyer, azok a szavazatok kerülnének még plusz a kompenzációs listára. A győzelem a győztesnek feletti, ez egy hungarikum. Igen. Ezek a szavazatok mindenképpen elvesznének akkor, hogyha az együttnek nem lenne listája. Listája csak akkor lehet, hogyha 27 képviselőjelöltje van. Én nem tudom, hogy ők hogyan fogják azt majd megoldani, hogy még másik 26 helyen az MSZP-től, illetve a DK-tól kérjék el azokat a helyeket, amikben... Ez sok mindent megmagyaráz. Ez szerintem most nem működik. Én azt mondom továbbra is azon az állásponton mondjuk, hogy egy miniszterelnök jelölt, és egy listával kell elindulni, és akkor megoldható, hogy minden egyes körzetben egyetlen demokratikus ellenzéki jelölt legyen a Fidesz, illetve a Jobbik jelöltjeivel szemben. A liberálisok eddig hányat nyertek, és hányat fognak egyéniben? Nézze, tehát ezért mondom én azt, hogy most nem azt kell, hogy ki induljon ki ellen, melyik baloldali vagy liberális párt hányat induljon. Hányat nyertek, és hányat fognak? Nem nyertek a liberálisok egy ilyen körzetet, igen. De én ezért mondom azt, hogy közös jelöltek nyerjenek mindenhol, ahol csak nyerhetnek. Oké, ezt megbeszéltük. Folytathatjuk egy hírrel, rendhagyó a mai dolog, hiszen egy erős hírrel kezdtük. Nevezetesen megsúgta itt adás előtt, hogy a Buli negyeddel kapcsolatban lesz egy bejelentés. Igen, tegnap volt egy döntésünk a február 18-i Erzsébetvárosi népszavazással kapcsolatban. Bocsánat, mi az a döntésünk, az a budapesti választmánynak? Igen, hát a Magyar Liberális Pártnak volt egy ilyen döntése tegnap. Uh-huh. Beleállunk ebbe a kampányba, arra kérjük az erzsébetvárosiakat, hogy szavazzanak nemmel. Azt gondoljuk, hogy mindenképpen változtatni kell azon a gyakorlaton, ami most van. Hiszen aki egyszer arra elment a Buli negyedben, azt látta, hogy ott azok az állapotok tarthatatlanok. Ez a népszavazási kérdés arra vonatkozik, hogy bezárjanak-e éjfélkor a kocsmák, vagy nem. Vagy maradhassanak nyitva. Mi nem azért mondjuk, hogy maradhassanak, hogy nemmel kell szavazni erre a kérdésre, és maradhasson minden kocsma nyitva, ameddig csak akar. 430 kocsma van ezen a területen egyébként, tehát egy jelentős kérdésről van szó, hanem azért mondjuk, hogy ne zárjuk be, Erzsébetváros ne zárja be magát egy ilyen rossz helyzetbe, hogy onnan már nem tud elmozdulni, hanem egy kompromisszumos megoldás felé akkor lehet elmozdulni, hogyha ezt a kérdést most nemmel zárjuk le. Tehát ne éjfélkor zárjon be minden. Mi a kompromisszumos megoldás lehet például a mi elképzésünk szerint, ha azt mondjuk, hogy a csütörtök péntek szombat esték, azok eltérő szabályozás alá essenek, mint a vasárnap hétfőket szerda esték, amikor mondjuk be lehet zárni korábban. Tehát akkor ez az, aki egy... ott lakik, az készüljön arra, hogy hétfőtől csütörtökig jól alszik, péntektől vasárnapig nem jól alszik? Ezt nevezik kompromisszum. Ez lehet egy kompromisszumos megoldás, hiszen itt mondom 430 vendéglátóhelynek a működéséről, a munkahelyeiről van szó, több százmillió forintos iparűzési adóról van szó, tehát változás kell mindenképpen, mire de kijönteni a gyereket a fürdővízzel, szerintem az hiba lenne.
ahol Amsterdam, olyan nagyvárosokban, ez az ahol ilyen negyedek vannak. Keressük a kompromisszumot. Keressük a kompromisszumot abban, hogy hogyan lehet mondjuk azt a több százmillió forintot, amit Erzsébetváros kocsmái ipolizési adóként Budapestre befizetnek, visszajuttatni Erzsébetvárosba úgy, hogy mondjuk a takarítási, rendfenntartási költségeket a főváros állja, és nem Erzsébetváros, vagy részben állja. Hogyan lehet megoldani azt, hogy ez a fajta önkontroll, ez erősebb legyen? Ugye vannak erre példák, kérdezte itt a gyakorlatokat. Éjszakai polgármesternek hívják ezt sok helyen, amikor a kocsmák, a vendéglátóhelyek saját maguk által fenntartott kis önszabályozó rendszerben, amikor oda megy és azt mondja, hogy gyerekek, egy kicsit csendesebb. És ő az éjszakai polgármester? Éjszakai polgármesternek nevezik ezt más városokban, nincs igazi hatósági jogköre. Kicsit, mint egy polgárőr? Annyit tud, hogy szól. És hogyha sok esetben ez működik. Sokan egyébként ellenzéki oldalon azt mondják, hogy ez a jogkör nélkül éjszakai polgármester dolgozik nappal is, mert hogy a jogköröket az állam bizonyos tekintetben elvonja. Sajnos, hogyha most igen, vagy valami, igen, párhuzamot akarunk. Szóval, hogy ez sok esetben működik. És én azt gondolom, hogyha most bezárnánk magunkat itt Erzsébetvárosban egy ilyen szűk mezsgyén, erre az útra, hogy akkor most éjfélkor zárjon be minden, az egy nagyon nehéz helyzetet teremtene. Csak azok megértem fognak szavazni, akik ott laknak, és akik ezeket az egységeket üzemeltetik, ők nem helyi lakosok potenciálisan. Világos, hogy nem. De én azt gondolom, hogy ez szélesebb kontextusban kell nézni. Ez Budapestnek nem tenne jót, hogyha éjfélkor lezárnák ezt az egész, ezt a 430 vendéglátóhelyet. Szabadai Viktor, a budapesti választmányi elnöke, a liberálisoknak volt a vendégünk. Köszönjük, hogy velünk kezdte a ma reggelt, és köszönjük, hogy két hírt is megosztott velünk különösen. Köszönöm.